Készült Szarvasváros önkormányzata és a Magyarországi Evangélikus Egyház konzorciuma megbízásából a Széchenyi 2020 támogatásával. Fényhullám oszlának meghatározása. A következő kísérlettel fényhullám hosszát szeretnénk meghatározni, mégpedig a fényelhajlás segítségével. Tudjuk, hogy a nagyon keskeny réseken, illetve a rácsokon áthaladó fény elhajlik. Az interferencia, azaz a hullámok találkozásakor létrejövő jelenség miatt különböző távolságokban erősítik, illetve gyengítik egymást a találkozó hullámok. Meg fogjuk nézni, milyen távolságra lesz a rástól az az első maximális erősítési pont, amelyet balról jobbra szimmetrikusan megtalálhatunk majd az ernyőnkön. Az ernyőnk most 1 cm-rel, illetve milliméterrel ellátott skála, hogy könnyebben le tudjuk olvasni az értékeket. Megmérjük az első maximális erősítés nullától való eltérését, illetve a rács és az ernyőnk közötti távolságot. Az eltérésünk a rács állandótól is függ. A rács állandó nem más, mint az 1 mm-en elhelyezkedő rácsok száma, amelyen a fény áthaladhat. Ezt általában a rácsokon közölni szokták, amilyenken 200-os jelenik meg, ami azt jelenti, hogy 1 mm-en 200 rács, illetve rés található. A találkozó hullámok interferenciája, illetve a kialakuló erősítés vagy gyengédés attól függ, hogy a köztük levő útkülönbség lambdának, illetve lambda félnek mekkora többszöröse. Ha az útkülönbség lambdának egész számú többszöröse, akkor maximális erősítés jön majd létre. Ebből az első erősítés helyét fogjuk a mérésekkel meghatározni. Hogy a végén átlagolni is tudjuk, ezért 3 mérést fogunk végrehajtani. A mérés során változtathatnánk a rács és az ernyőnek a távolságát, de egyszerűbb lesz, ha azokat a pontokat, ahol megjelenik a maximális erősítés, próbálom beállítani egész centiméterre, és onnan olvasom le a tőle való a rács távolságát. Kezdjük is el a mérést. A méréshez fehér fényt fogunk használni, ezért a rácson áttekintve szivárvány színű sávokat fogunk látni. Én ebből a sárgát fogom kiválasztani, és ennek a hullámhosszát szeretném majd megmérni. Mivel ezek a sávok nem tökéletesen behatárolhatóak, megpróbálom a közepét megkeresni. A nullától való eltolódás értékét 3 cm-re állítottam be. Tehát a majdon megadott ábrán ezt X-el jelöljük, a távolság pedig 37 cm. A rácsot mozgatva megkeresem a 2 cm-eset. És elolvasom a hozzátartozó távolságot. Ez pedig 20 cm.
Vigyük távolabb. Legyen az X-ünk most 4 cm. És ekkor az R-távolság 35,5. Ha adatainkat rögzítettük, akkor most a matematika következik. Szögfüggvények segítségével kiszámoljuk a fényünk hullámhosszát. Készült Szarvasváros önkormányzata és a Magyarországi Evangélikus Egyház konzorciuma megbízásából a Széchenyi 2020 támogatásával. Köszönjük a Magyar Állam és az Európai Unió támogatását!